ráfonyás. És ez a nagy golyós? Ez a nagy golyós, pattintós füvely. Ez a lány még választhatott kapszulás dohányterméket, májustól azonban ezek eltűnnek a boltok polcairól. Ebben a hónapban már változott a dohánytermékek csomagolása, valamint a kiszerelés mérete is. Nagyobbak lettek a figyelmeztető feliratok, melyek az egészségtelen hatásokra hívják fel a figyelmet. Emellett az 50 g-nál több dohány tartalmazó kiszerelések is eltűnnek a boltok polcairól. Ami érdekes, hogy a csomagolásokról hiányoznak majd a dohánytermékek károsanyag és nikotin tartalmára vonatkozó információk is. Abban keresném a választ, hogy esetleg ne tévessze meg a fogyasztókat a relatív alacsony károsanyag tartalom, és ne gondolják azt, hogy az a dohánytermék, amelynek relatív alacsony a károsanyag tartalma, az egészséges. A jövedéki törvény január 1-től hatályos rendelkezései értelmében a dohánygyártmányok adójegyeiről is lekerül a kiskereskedelmi eladási ár, így azok csak a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett áron lesznek értékesíthetőek. Az ár jelenleg hetente legfeljebb kétszer változhat, hétfőn és csütörtökön van mód árváltoztatásra. A dohányboltosok számára nem tudnám megmondani, hogy jó vagy rossz, inkább azt mondanám, hogy kicsit másabb, mint az előző. A vásárlókat viszont nem érinti, az biztos. Elméleti lehetősége eddig hetente hétszer volt a dohányáruk árváltozásának, ez a hét lehetőség most lecsökkent kettőre. A nemzeti dohánybolt tulajdonosoknak leginkább az okozhat majd fejtörést, hogy nem lesz fix az ár és a megrendelt. A megrendelt cigit ugyanis nem biztos, hogy azonos áron fogják majd értékesíteni, mint amint kapták. Egy esetleges negatív árváltozás pedig egyértelműen veszteséget jelent. A különböző ízesített cigarettek kedvelőinek azonban a rossz hír, hogy májustól csak mentolos cigaretta marad a polcokon. Ezeket is várhatóan csak 2020-ig vásárolhatjuk majd egy uniós alapelvnek köszönhetően.